a templom apró darabokból sül meg, apró darabokra van kiszabva, és mind a Lego úgy van összerakva. Advent első vasárnapja óta várja az érdeklődőket a 9. édesgyönk mézes kalács kiállítás. A kezdeményezés 9 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az alkotókban, akik azóta is minden évben elkészítik a település édesmását. Szerettünk volna egy önálló eseményt létrehozni, amit kizárólag az Egyesület talált ki itt a településen. Persze az egész országban mindenhol volt mézes kalács kiállítás már, és úgy gondoltuk, hogy édesgyönk nevet adunk neki, mégiscsak gyönkiek készítik általában, vagy a gyönk környéki települések emberei, és ezért választottuk ezt a nevet. Az évről évre nagyobb méretű mézes kalács település elkészítésében összesen 35 fő vesz részt, akik több mint egy hónapig dolgoznak a művön. Minden mézes kalács épület megalkotásának megvolt a maga nehézsége, amelyet le kellett küzdeniük ahhoz, hogy az ünnepélyes megnyitóra már a kívánt formában pompázhasson a terepasztal. Folyamatosan fejlődött, először értetlenül álltak az emberek is, hogy egyáltalán hogy álljanak neki, mert mézes kalácsot általában az emberek sütnek, na de megformázni épületet az nem olyan egyszerű, úgyhogy legelső alkalommal a művelődési házba volt, és így visszamenőleg megnéztük, hát talán egy 6 épület készült el. És akkor úgy fejlődtünk, hogy minél többen érdeklődtek, minél többen szóltak, hogy szeretnék készíteni, és akkor úgy kerültünk az evangélikus templomba. A tervek szerint a mézes kalács épületeket decemberben jótékonysági célra ajánlják fel.